Megadom a szót Mesterházi Attila képviselőnek, MSZP képviselőcsoport. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Nacsa képviselőnek mondanám, hogy való igaz, Csárdi képviselő már mondta, de érdemes, tudomásul veszik, hogy tényleg ez egy kétkulcsos adórendszert jelent gyakorlatilag, úgyhogy kár is ezt tagadni, valóban ezzel bevezettek egy más rendszert, mint ami mellett eddig folyamatosan érveltek, ami nem feltétlenül baj. Az, hogy miért kampányfogásnak tűnik ez mindenki számára, azt szerintem ez a 25 éves korhatár húzza alá legjobban, hiszen hogy itt többen elmondták, majd miért nem akkor 29, ha a ketteshez már ennyire ragaszkodnak, hogy miért nem 30, amiről Bencsik képviselőtársam beszélt, hiszen az iskola végzés az kitolódik, mondjuk, hogyha valaki főiskolát, egyetemet végez, akkor nem lenne baj, ha legalább lenne egy 5-6 éve, amíg egy ilyen körülmények között el tudja kezdeni az életét. De nem, 25 év, azért, mert ez jár a legkisebb költségvetési kiadással. Sokan ugye 23-24 évesen van, aki majdnem akkor végzi az egyetemet, amikortól már nem jár neki adott esetben ez a kedvezmény, és hát nagyon sok gyermek ma úgy végzi el az iskolát, hogy eleve évvesztes, hiszen egy éve később engedték korábban a szüleik a iskolába őket. A másik, amit szerettem volna csak így a vita kedvéért mondani, hogy nagyon sok a 20 és 24 éves dolgozó fiatal között nagyon sok a munkanélküli, tehát talán az egyik legmagasabb szám ő közöttük van. Tehát magyarul ez sem erősíti azt, amit, vagy ez is pont azt erősíti, amire én beszélek, hogy itt egy jól kitalált kommunikációs kampányfogásról van szó, és sajnos ez a kezdeményezés nem fogja a munkába állást segíteni, vagy a munkaerőpiacra visszavezetni a fiatalokat, hiszen valószínűleg az sokkal inkább a járulékkedvezményekkel lenne elérhető, és valóban nem segíti egészen biztosan az adókedvezményeknek a tulajdonképpen értelmetlenné is teszi a nyugdíjtakarékosságot, vagy az egészségpénztári befizetést ez a kedvezmény, pont akkor, amikor a fiatalokat esetleg erre érdemes lenne rászoktatni. Elnök úr, köszönöm szépen a türelmet.